köszöntöm Bakács Bernadettet, Budakeszi város alpolgármester asszonyát, aki mellesleg a Nagy Családosok Országos Egyesületének, Budakeszi helyi szervezetének is tagja, és a Katolikus Caritasnak is. EU élelmiszer segélyprogram részeként élelmiszer segélyosztás van itt most Budakeszin. Hogyan kapcsolódott be Budakeszi ebbe a programba, és milyennek a programnak a célja? Emlékeim szerint 2008-ban hívott fel a Nagy Családosok Országos Egyesületének képviselője Horváth Hajnalka, hogy miért nem osztanak élelmiszert Budakeszin. Én akkor körbe kérdeztem, hogy akarunk-e élelmiszert osztani, és mind a Katolikus Caritas, mind a Nagy Családosok érintettjei azt mondták, hogy hát persze, hogy akarunk. Úgyhogy így kezdődött el ez az élelmiszer osztás. Ezt mindig civil szervezetek csinálták a városban, úgyhogy ez meg is maradt civil kezekben. Úgyhogy nem az önkormányzat oszt, de most már az önkormányzat minden segítséget megad. Például most helyiséget is az önkormányzattól kaptunk itt az új idősek nappali otthonában, az Erdő utca 83-ban, és ez egy nagyon jó helyszín. Minden évben nagyon sok élelmiszer érkezik Budakeszire, 1,7-1,8 tonna élelmiszert osztunk most is. Most már valamiért csak évente egyszer kapjuk ezeket az élelmiszerbanki adományokat, de nagy rá az igény. Jó minőségű élelmiszereket kapunk, most lisztet, szarvacskatésztát, instant levest, háztartási kekszet és gyermekeknek való vitamint tudunk osztani. Úgyhogy meg is tesszük ezt, amennyire erőnkből telik. Hirdetjük, ahol tudjuk, plakátokon, hírmondóban, honlapon, és reméljük, hogy minél többen jönnek. Milyen rászorultsági kategóriák vannak? Igen, az élelmiszerbankkal kötött szerződésben benne van, hogy a létminimum közelében élők kaphatják. Na most a létminimum az más, hogyha valaki egy nagy családban lakik, és más, hogyha nyugdíjas, de ilyen 75-től 40 ezer forintig, így a család létszámától függően lehet igényelni ezt a segélyt, és meg is írja a szerződés, hogy ettől el lehet térni fölfelé vagy lefelé, úgyhogy szerencsére ez rugalmas, ezért nem kérünk igazolásokat, iratokat. Fontos, hogy Budakeszin lakjon valaki életvitelszerűen, annak jár. Mennyire nagy az igény? Tehát hogyan látja? Igen, ez nagyon sokat változott, mert 2008-ban még úgy kellett utána menni az embereknek, hogy vegyék át az élelmiszercsomagot, hiszen nagy családos vagy kisnyugdíjas. Most pedig sajnos már nagyon hamar elfogy, tehát most már 2x4 órás osztási időt hirdettünk meg, mert tavaly már ennyi idő alatt elfogyott. Ha most esetleg nem fogynál, akkor természetesen tovább hirdetjük majd, úgyhogy az igény az nagy. Én mindig leadom, hogy hány emberre kérem a csomagot, most 400 emberre igénylem, és erre kaptuk ezt az 1,8 tonna élelmiszert. Tisztelettel köszöntöm Patak Évát, látom, hogy egy csodálatos kisbabával jött ki én itt az élelmiszer segélyprogramról. Mekkora segítség ez a családnak? Hát nagyon nagy. Ugye mi Szegedről költöztünk ide családi okok miatt, munkahelyem nem volt egy évig, úgyhogy nagyon nagy segítség. Hányadik gyerkőcő? Negyedik. Itt többféle rászorultsági kategória van, akkor önök mint nagy családosok vették ezt igénybe? Igen, igen. És mit tartalmaz a csomag? Hát még igazából nem tudom, liszt, tészta, vitamin a gyerekeknek, keksz. Mire elég ez a csomag? Hát nem is tudom, azért elég. Hát sokat jelent nekünk. És hogyan élik a mindennapjaikat? Hát elég nehezen. Albéletben lakunk. Nem egyszerű. Milyen kilátásaik vannak? Hát, nem tudom. Hányadik alkalommal vesznek részt ezen a programon? Hát így ez az első, mint nagy családosok, de tavaly is kaptunk valamit, de már igazából nem tudom. Hogyan tudtak erről a programról? Nekem egy ismerősöm szólt, és a családsegítőtől kaptam információt. Milyen egyéb segítségre tudnak még támaszkodni? Hát a polgármesteri hivatalban elég segítőkészek itten, úgyhogy mindent megpróbálok így, amit hallok, ezért. Meg hát segítenek tényleg, az én nagy segítség. Jó napot kívánok, látom ön is, itt van az élelmiszer segélyprogramon. Milyen jogcímen veszi ezt igénybe? Hát én nyugdíjas vagyok, és úgy kaptam. Mekkora a nyugdíja? Hát most muszáj ezt tévének kiabálni. 60 ezer forint. Mire elég ez? Hogyan tud megélni? Hát nehezen. Mit számít az ön életében ez a segélyprogram? Mekkora segítség ez önnek? Hát most már egyre kevesebb mindig, mert volt, amikor sokkal nagyobb csomagot kaptunk, meg cukor volt benne több kiló,
és most már nagyon kevés. De azért én úgy látom, hogy liszt, tészta, vitamin azért van benne, tehát azért ez egy jó pár napig kitart. Ja, hát egy 2-3 hétig körülbelül. Tisztelettel köszöntöm Tóth Anikót. Mióta él itt Budakeszin? 30 éve. És mióta veszi igénybe ezeket a programokat? Hát nem olyan sűrűn, de elő szokott fordulni 1-2 éve. Mekkora segítség ez önöknek? Sokszor sok, nagy. Sokat jelent. Megkönnyíti a vásárlásunkat. És milyen jogcímen vesz igénybe? Én egyedül nevelem a kislányomat, és akkor kiskeresetű is vagyok, és így részesülhetek ebben a csomagban. Mi a foglalkozása? Most a bölcsödében vagyok adminisztrátor. És hogyan telnek a mindennapok? Zsúfoltan, rohangálással, sok munkával. Mit mondjak? Milyen kilátásai vannak a jövőre néz? Hát, bizakodós, reménykedős. Látom, ön is egy nagy kosárral jött ki. Mit tartalmaz ez a kosár, illetőleg ez mire elég a családnak? Hát ez pár napi szükséglet, nagyon nagy segítség. Én is nagy családos vagyok, 6 gyermekem van. Február óta lakom itt Budakeszin, 2013-ban, és elmondhatom, hogy a városi önkormányzat nagyon sok mindenben segít, meg a család segítő. Úgyhogy én nagyon örülök ennek, hogy így segítenek. Ez szükségszerű a családnak. Hogyan tudnak megélni? Hát nehezen, de megélünk valahogy. Mekkorák a gyerekek? Hát 31 éves a legidősebb, 28 éves lányom, 27 éves fiam, 18 éves lányom, egy 6 éves fiam és egy 3 éves fiam van. Úgyhogy én örülök a segítségnek, és köszönöm az önkormányzatnak ezt a segítséget. Úgyhogy tovább, ez egész évben segítenek mindenben, anyagiakban, ha tudnak. Így segélyeket kapunk, akkor gyerekvédelmi támogatást, meg hát így élelmiszercsomagot, meg ruhát, ilyen lehet, van ez a ingyenes ruha válogatás, úgyhogy kirakodás, úgyhogy ez mindig van, és ez nagyon nagy segítség. Szerintem mindenkinek, aki rászoruló, hogy elnézést, elérzékenyültem. Én is szeretem nagyon a gyerekeket, óvodában dolgozom, a Tarkabarkában 4 órásban takarítok, azt sikerült szereznem, most majd lejárt a gyesem, úgyhogy ennek a segítségnek mindig örülünk, úgyhogy sajnos ez van. Úgyhogy mi is köszönjük az önkormányzatnak a segítséget. Említett, hogy az önkormányzat milyen sokféle módon segíti önöket. Emeljen ki egy pár dolgot. Hát a gyermekvédelmi támogatás, ugye az a rendszeres, amit kapunk negyed évente, akinek tényleg célszerűleg igénybe veti ezt a szociálisan, ez a gyors segélyt, az, ami gyerekenként, amit juttatnak, és hogy bármibe, ami probléma van, azért tudnak segíteni, hogy szólnak, hogyha élelmiszer van, vagy van ez az ingyenes ruhaosztás, kitűzés, úgyhogy így értesítenek minket. Meg volt nyáron, 2 hónapon keresztül ingyenes ebédet kaptunk, hordhattuk innen a nyugdíjas otthonból, úgyhogy ilyesfélte segítségek, úgyhogy ez nagyon sokat számít. Akkor az, hogy a BVV, ugye az önkormányzaton keresztül a bútoradomány van, vagy mosógép, ez az amaz, önkéntelenül segítenek abba is a szállításba, ugye, hogyha nem tudjuk megoldani a szállítást, úgyhogy ebbe is segítenek. Úgyhogy én azt mondom, le a kalappal, és én nagyon örülök neki, úgyhogy minden elismerésem az önkormányzatnak.